Hát én Tolna megye legkisebb településén születtem, Murgán. Tehát szó szerint Murgán, és Murgáról 1960-ban költöztünk át Zombára. Itt a szülők építkeztek, szülők, nagyszülők, ugye, mert nyilván nagyszülői segítséggel építkeztek, és azóta tulajdonképpen én itt lakom. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy egész kiskoromtól zombai lakos vagyok. Itt nőttem fel, illetve párhuzamosan Zombán, illetve Murgán, hiszen a nagyszülők ott maradtak, és nagyon közel álltam a nagyszülőkhöz, úgyhogy minden szabadidőmet ott töltöttem, és ott ragadt rám minden jó és minden rossz, hogy így fejezem ki magam. Tehát hatalmas élményekben volt részem, ugye kis települések jellemző, hogy több korosztály együtt ismerkedett, együtt barátkozott, és így 10 éves fejjel nekem 20 éves felnőtt barátaim voltak, akik tehát nyilván megtanult az ember a felnőttkori csintevéseket is, úgyhogy mondanám azt, hogy elég időbe belecsöppentem a felnőtt életbe, viszont hát ugye általános iskolát itt töltöttem Zombán, és innen kerültem Szekszárdra a Rózsa Ferenc szakközépiskolába, műszerész tagozatra, és ott végeztem a középiskoláimat. Hát közben voltak nagyon szép éveim, ugyanis hát mindig jó fizikai állapotban voltam, és a sport roppant közel állt hozzám. Ugye ez visszanyúlik a gyerekkori csibészségekre, ahol aztán volt minden, a mocsárjárásra, a béga cigarettatásáig kezdve minden, és nyilván hát faluhelyen edződik a gyerek, úgyhogy nem sportba, hanem a csibészségbe, meg a munkába edződtem meg, hiszen engem már nagyon korán bevontak a fizikai munkába, hiszen a nagyszülők paraszt, szülők volt paraszt tevékenységet folytattak, és a mezőgazdasági munkába beavattak engemet. Hát olyannyira, hogy mai gyerekeknek hihetetlen, hogy 12 éves voltam, amikor az első disznót szúrtam és bontottam, és szintén 12 éves voltam, amikor az első permetezőgépet, a Vermorel rész permetezőgépet a hátamra adta a nagyapám, hogy akkor, ha bírod magad, akkor gyere és segítsél. És nyilván ebből kialakult egy fizikai alap, amit én nagyon jól tudtam hasznosítani már az általános iskolába is, és itt, mint a sportba, és utána az iskola, általános iskola és sport eredményeim után engem azonnal, a 8. osztály után azonnal a szekszárdi sportiskola leszerződött, és utána ott nagyon kemény, aktív sportilletet folytattam, 3 évig atlétizáltam, majd utána a 4. évben már ugye dobóatléta voltam, és hát túlerősítettem magam, ami a Gerelyhez nem volt éppen már jó. És így már régen fűztek a súlyemelők, hogy menjek át súlyt emelni, mert hát a kondícióm, ugye nem túl magas vagyok, a kondícióm megvolt hozzá, és így átmentem a súlyemelékhöz, ahol hát egy év alatt olyan eredményt értem el, hogy ifjúsági válogatott keretbe kerültem. Ami ebből nekem hatalmas élmény, az, hogy falusi parasz gyerekként bejártam a 4 év alatt az egész országot. Zalaegerszegtől, Nyíregyházáig, Debrecentől, a Népstadionig, tehát mindenhol a sport versenyeken, meg hát ugye jöttek az eredmények. Amikor abba hagytam a sportot, akkor több mint 60 érmet számoltam, amiből több mint fel aranyérem volt, és minden területről. Úgyhogy ez egy hatalmas élmény volt, hát azt utána kezdődött a mindennapi élet. Mechanikai műszerészként végeztem, és hát akkor ragyogó munkahely volt a BHG. Ott helyezkedtem el, mint gépbeállítóként, tehát fizikai dolgozóként a szallagba beülve szereltük a crossbar kapcsoló gépeket, ami hát szintén mondhatnám azt, hogy élményt hozott, hiszen 4 hónapos próbaidő volt rendelkezésünkre bocsájtva, hogy betanuljuk ezt a dolgot. Hát hála Istennek egy hónap alatt én teljesítettem a normát, ami hát azt eredményezte, hogy nagyon jó főnökeim voltak, azt eredményezte, hogy a teljesítés mellett, teljesítménybér mellett megkaptam még a betanulási pénzt is, úgyhogy már az első hónaptól, vagy hát inkább a második hónaptól már többet kerestem, mint akik több éve ott ültek. 77. január 7-től 2002.
október, nem tudom hányadikán volt a választás, addig én Szekszárdon voltam. 16 és fél évet húztam le a BHG-nál, ahol gyakorlatilag ugye említettem, hogy gépbeállítóként kezdtem, és üzemvezetőként jöttem ki a gyárból. Tehát végigjártam a ranglétrát, csoportvezető, egy év után, 20 éves koromban csoportvezető lettem. Nyilván nem a nyalás, hanem a munkám, az előbb említett munkám alapján, és utána egy bizonyos idő után pedig művezető, majd egy pár évvel a BHG zárás előtt, akkor kaptam egy üzemet, egy Európa Óra gyár összeszerelő üzemét kaptam meg, és azt sikerült vezetgetnem. És ugye megszűnt a Kroszbár központ, tehát jöttek a rendszerváltás, államosítás időszaka, megszűnt a Kroszbár központ, így ezt a területet elvitték, és akkor úgy láttam jónak, hogy valahova mozdulni kell. Akkor kimentem két hónapig, de még a felmondási idő alatt. Két hónapig kimentem vállalkozásba, parabolantennák, akkor jöttek be, akkor kezdtük el parabolantennákat szerelni, és akkor kaptam meghívást a Dédi Gázhoz. Utána jött a falu, amikor haza hívtak, és szó szerint hívtak. Tehát nem, én nem akartam polgármester lenni, hanem haza hívtak. Igaz, hogy 1990-től Zomba legfiatalabb képviselőjeként képviselő voltam már. Olyan életet kell élni, ami felkelti az emberek figyelmét vagy érdeklődését is. Ugye említettem a sportot. 1976-ban, ami Zomba figyelmét felkeltette már, a Dózsa, még abban az időben, ugye a Szekszárdi Dózsa újságnak a címlapján ott volt a fényképem és Szűcs Sándor ifjúsági válogatott kerettag. Most ezt az újságot a fél falu az ablakába kitett abban az időben. Tehát gyakorlatilag üzletek meg ilyen közhelyek kitették, mert ez egy nagy szó, hogy egy falusi gyerek ugye ilyen eredményt érte. Ez volt az egyik. Másik, mint említett, utána sportoltam. Itt is beletettem mindent, amit bele lehet tenni a sportba, a fociba is. 90-től képviselő voltam, és az első perctől kezdve nyilván fiatalként új gondolatokkal jött elő az ember, ugye a testületüléseken is, meg a közéletben is. Mindenhova bekapcsolódtam. Mint sportolóként bálokat szerveztünk egyesülettel kezdve, akkor például az elszármazottak találkozójának a szervezését én kaptam meg abban az időben, úgyhogy ott a szervezés az a fél év alatt szinte havonta kétszer mindazok, akik érdekeltek voltak ebbe, azokkal együtt voltunk. És nyilván hát a koszon kívül az emberre ragad más is, ugye, úgy ránk is, meg hát azokra, akikkel az ember együtt dolgozott, és gyakorlatilag így sikerült azt, hogy hazahívjanak. Ugye ez valószínűleg családi tradíció nálunk, hogy az ember mindenkinek megpróbál jót tenni. Főleg akkor, ha nem is kerül semmibe, egy jó szóba, egy segítőkész szándékba, egy készfogásba, egy mosolyba, ami utána visszajön. És mint elmítettem a fiataloknak, ezt szoktam elmondani mindig, hogy ne sajnáljatok adni. Egész biztos, hogy valamikor vissza fog jönni kamatostól. Lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy majd egy pár év után. És visszajött. És én ebből tudtam építkezni itt a polgármesteri időszakomban is. 2010 és 2011-ben felújítottuk a Zombai Általános Iskolát, és felépítettük a sportcsarnokot, ami ugye hozzám kötődött a sport révén, vagy hozzám is kötődött a sport révén, a másik meg nagy űrt szenvedett. Egyet tudni kell, hogy a Zombai Általános Iskola, ez mindig ilyen 220-250 fős gyerek létszámmal dolgozott, és nem volt csak egy 30-40 négyzetméteres kis torna terme. Meg hát ment a sportélet a faluba, és hiányoltuk a sportcsarnokat, és ebből a iskolafejlesztési pályázatból, nyilván az iskolához kapcsolódva, az iskola udvarán fölépítettük a sportcsarnokot. Két év alatt, ugye 10-ben adtuk át az iskolát teljes körű felújítással, és 11-ben pedig a sportcsarnokot. Hát ezen 750 millió forintos beruházás volt.
Most ugye 2010-11-ben az azért sokkal nagyobb érték volt, mint mondjuk 2023-ban. Ez volt az egyik nagy. Mindemellett az összes középületünket nyilván pályázatokból tudtuk felújítani, mert hát egy 2000 fős településnek akkora saját bevétele nincs, hogy ebből ekkora beruházásokat tudjon csinálni. Pályázatból tudtuk megvalósítani, műfázfelújítás, önkormányzati épületfelújítás, vizesblokkfelújítás, fűtéskorszerűsítés, minden. És utána jött a másik régen várt nagy projekt, a zombai szennyvíz beruházás. Tehát el kell mondani, hogy Zomba 100%-ig szennyvízcsatornázott település, ami 900 millió forint, több mint 900 millió forintos nettó beruházás volt. Ez 2014-ben lett átadva, tehát 13-14-ben épült, illetve 2012-ben kezdődött, 2014-ben lett átadva, úgyhogy teljes szennyvízhálózatunk megvan az elsőt az utolsó házig Zombán. A polgármesterség is egy falu irányítása is olyan, mint egy család vezetése. Csak egy családban 4-5 fő van, egy faluban, ugye Zomba esetében, hát akkor még 2200-an voltunk, 2300-an voltunk. Semmi mással nem különbözik. Meg kell felelni emberileg, úgy kell gazdálkodni, hogy a működőképes legyen az önkormányzat, ugyanaz, mint egy háztartás. Csak az kicsibe, ez pedig nagyba. Amúgy meg, tehát legyen meg az emberben az az empátia, ami egy családban meg kell legyen. Tisztelje a családtagokat, itt tisztelje a lakótársakat, az embereket. Nyilván mind a családban is mindig leesik egy-egy pohár vagy egy tányér. Ezt össze lehet söpörni, kitenni és folytatni az életet. Itt ugyanúgy van. Nyilván az ember mindenkinek nem tud eleget tenni, mert olyan nincs, hogy 2000 embernek eleget tudjon tenni egy személy. Ilyen nincs. Viszont azt el tudtam érni, hogy kisebb ütközőkkel az elképzeléseimet, és mint említettem, a segítséggel, a képviselők segítségével, meg akit az ember be tudott avatni ebbe a közösségi munkába, azokkal elérjük ezeket az eredményeket, amit elértünk. Ez a mai napig is így van. Habár azt is sokszor el szoktam mondani, az ember minél tovább van egy pályán, annál több ellenséget gyűjt. Főleg a mai világban nagyon nehéz, mert az embereknek nagy része az a jogaikat, azokat nagyon tudják, csak a kötelességeket felejtik át nagyon sokszor. Az már 100% biztos, hogy én több ciklus nem vállalok be. Hál' Istennek nagypapa vagyok, most már van egy csodálatos unokám, a családom teljesen rendben van, és minden mellett, a munkák mellett, és ez nem csak a polgármesterség mellett, hanem azt megelőzően is, mind a BHG-nál, mind a gázosoknál, én nagyon komolyan foglalkoztam a falusi munkával. Kezdetben, ugye fiatal korunkban állattenyésztéssel, amikor még megérte, nyilván valamivel meg kellett teremteni a jövő alapját, meg hát ugye a ingatlan fejlesztés, meg egyebeket. Majd utána szőlészkert, jelen pillanatban is 2 hektár szőlőm van, illetve hatalmas nagy kertem, konyhakertem, fóliám, amiben én úgy gondolom, hogy a szabadidőmet el tudom tölteni a jövőben is. A másik pedig, hát jó lenne most egy kicsivel több időt a családra is szánni, illetve önmagamra. Mert eddig sajnos ezek elmaradtak, de hát, hogy az ember bevállalt egy-egy közéleti munkát, akkor azt kellett csinálni.